A muzulmán világ több országában tüntettek a Hamász vezér Ismail Haniye meggyilkolása miatt. Teherán és a Hamász Izraelt vádolja, amiért szerdán az iráni fővárosban egy légicsapással végzett Haniyével. Palesztin tüntetők ezrei vonultak a Jeruzsálemtől 10 kilométerre északra fekvő cisziordániai Ramallah utcáira. Iránban a Teheráni Egyetem kampuszán tiltakoztak a demonstrálók, azt hangoztatva, hogy idézzük, Izrael agressziója végzetesen gyengíti a régió békéjének megmaradt részét. A hagyományos arab kendőt, a kufiját viselték a palesztin Al-Bas menekültáborban, a libanoni Tűrosz mellett, az izraeli támadásokat elítélő szlogeneket skandálók. Pakisztán fővárosában Karacsiban is több százan demonstráltak. Azt kiabálták, hogy a muzulmánok győzni fognak.